Bár a nagyobb rendezvényekről Bátaszék lakóinak is le kellett mondaniuk 2020-ban, nyáron ilyen minifesztiválokkal zökkenhettek ki a koronavírus első hulláma okozta bezártságból. Az elmúlt esztendő terveit teljes mértékben átírta a járvány, de a városban tervezett fejlesztések nagy részét meg tudták valósítani. Tekintettel arra, hogy a költségvetést folyamatosan át kellett gondolni, azért nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk végrehajtani ebben az esztendőben. Kisebb fejlesztési felújítások az intézményrendszeren történtek, hiszen néhány épületnek a tetőszerkezetét megújítottuk, óvodában teraszt újítottunk föl. Tehát azokat a szükséges felújítási karbantartási munkákat el tudtuk végezni, ami biztosítja az intézményeknek a működését. Ezen kívül a polgármesteri hivatal homlokzatának felújítása, a buszmegálló vagy a járdák javítása is megtörtént idén. Bozsolik Róbert elmondta, hogy a 2020-as esztendőt a körülményekhez képest jól zárta a város, hiszen a koronavírus járvány okozta többletköltségek ellenére is stabil tudott maradni a település gazdasági helyzete. Ilyen szilárd alapokról indul a 2021-es év költségvetése is. Nekünk az a feladatunk településvezetőknek, hogy alkalmazkodva egy adott egészségügyi helyzethez, egy adott pénzügyi helyzethez, próbáljuk megtalálni azt a megoldást és azokat a megoldásokat, ami a város polgárai számára ebben a helyzetben is a lehető legjobb körülményeket tudja biztosítani. A polgármester elmondta, sikeresen zárta Bátaszék a 2020-as évet, és ezen fognak dolgozni a 2021-es esztendőben is.